Sakk, Rubik kocka, kártyatrükkök, logikai játékok. Ezek jutnak eszünkbe, ha gyermekünket logikus gondolkodásra szeretnénk nevelni. Vajon logikus nevelő ötletek ezek? Egyáltalán mi az, hogy logikus, és mi az, hogy logika? A következtetés helyességének a tudomány, a következtetések helyességét vizsgálja, arra ad kritériumokat, hogy mikor helyes egy következtetés. Az első logikai elmélet Arisztotelésztől származik, körülbelül 2300 évvel ezelőttről. A logika azóta kapcsolódik a filozófiához, hiszen az ókori tudós szerint ez a tudomány a filozófia módszere. Más ókori filozófusok szerint viszont a filozófia egyik ága. Az emberi tudás nem úgy épül föl, hogy minden ismeretünket fel lehet írni egy cédulára és egy bonyolult tároló rendszernek az egyik fiókjába belerakni. Vannak olyan tudás részek, és a logika tipikusan ilyen, amik egyszerre több fiókba tartoznak bele, a matematikához éppen úgy, mint a filozófiához. 150 évvel ezelőtti elméletek okán aztán a logika a matematika részévé vált. Ettől persze nem szűnt meg a filozófia része lenni. Az egyetemeken, főiskolákon manapság a matematika, a filozófia, illetve a különböző nyelvszakos diákok tanulják tantárgyként. Kérdés persze, hogy mennyire tanulható. Logikát régebben, főleg a matematikai logika előtti újkori logikában sokszor nevezték úgy, hogy a gondolkodás tudománya. Nem, a logikától nem lehet megtanulni gondolkodni, a logika arra képes, hogyha mutatnak egy következtetést, azt el tudja bírálni, hogy helyes-e vagy nem, vagy tud adni olyan következtetési szabályokat, amiknek az alkalmazásával csak helyes következtetésekhez lehet eljutni. Manapság a tudományban kutatási tevékenységekhez használják, például a fizikában, ahol segítségével speciális és általános relativitás elméleteket modelleznek, majd ezeket logikai formában reprodukálják. A biológiában az evolúció elmélet és a fajfogalom modellezésére használják, a nyelvészetben algebrai kutatási módszerekre, segítségével a matematikában pedig filozófiai kérdéseket vizsgálnak, mint például a számok természetét vagy a matematikai ismeretek természetét. Logikánkat játékos feladatokkal fejleszthetjük, ajánlottak például Raymond Smilen amerikai matematikai logikus rejtvénykönyvei, aki egy-egy feladatgyűjteményen keresztül elméleti és gyakorlati hátteret is ad ahhoz, hogy logikán fejlődjön. Ez pedig nem csak a tudományban, hanem az életben is fontos lenne. Az az érdekes, és azt kellene megtanulni, hogy a világ nem tanulnivalókkal van tele abban az értelemben, hogy lenyelnivalók, amiket megemésztünk magunkban. A világ kérdésekkel, problémákkal van tele, és ezekről érdemes gondolkodni, ezeket kell észrevenni. És aki sok játékos problémát old meg, akármilyet, az az életben is jobban fogja észrevenni a problémákat, és jobb lehetőségei lesznek arra, hogy megoldja őket.